Az utcán hömpölygött a sáros esővíz a szekszárdi szőlőhegyen. A Facebookra töltötték fel ezt a videót. A készítője meg is jegyzi, hogy ilyet korábban még soha nem látott. Hát még ilyen nem volt itt. Én még ilyen esőt nem láttam itt sose. Ezen a másik amatőr videón pedig az látszik, hogy hőgyészen az autók sárvédőjéig ért a lehullott esővíz. Rövid idő alatt több mint 70 mm esett Tolna megye nagy részén. A katasztrófa védőknek bőven volt munkájuk. Tegnapi nap folyamán egészen mai napig hajnali 5 óráig bezáróan 38 esetben riasztották összesen a Tolna megyei katasztrófa védelmet. Itt nem csak a hivatásos tűzoltók, hanem mellettük az önkéntes tűzoltó egyesületek is vonultak az egyes esetekhez. Összesen 15 települést érintett ez az esemény. A legtöbb helyen beázott pincéket kellett szivattyúzni és sérült faágokat levágni. Összesen 15 települést érintett ugye ez a káreset. Ebből 4 településen összpontosultak a beavatkozás munkái. Itt köztük volt Tolna, itt ugye az alagsorokat, valamint a pincéket veszélyeztetett. Köztük volt Szedres, megint csak a háztartásokat illetően tört be a víz a mélyebb háztartások mélyebb pontjaira. Dunaszentgyörgyön a csapadékvíz tárolókat terítette meg az esővíz, valamint Fácánkelbe pedig az utcákat öntötte. Az esőzések során senki nem sérült meg, az anyagi kár viszont jelentős. A meteorológiai előrejelzések szerint legközelebb szombaton fordulhat elő újra hasonló zivatar Tolna megyében.